Köszöntöm Önöket, folytatódik az ünnepi beszélgetések sorozata itt a Fehérvár Televízióban. Ahogy az elmúlt év végének az utolsó napjában tettük, ezt folytatjuk itt a 2020-as esztendő első napjában is. Értékeljük az évet a székesfehérvári intézmények, a kulturális terület vezetőivel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Egerházi Attilát, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatóját. Szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm, és köszöntöm a kedves nézőket. És hát azt hiszem, hogy neked mondhatom elsőként ebben a stúdióban, hogy boldog új évet kívánok itt január. Én is boldog új évet, nagyon impozáns, nagyon kellemes itt lenni, mindig kellemes, de most megújult az arculat. Igen. Hogy telt a 2019-es esztendő a Balettszínház életében? Hogyha visszagondolok, akkor nagyon sok pörgés, nagyon sok változás, nagyon sok újdonság fémjelezte a 19-es esztendőt a Balettszínház életében is. Azt gondolom, a változás nagyon fontos része az életünknek. Ha akarjuk, ha nem, változunk. A testünk is, a lelkünk is gyarapszik jó esetben. És így a Balettszínház is, ugye egy új intézményről beszélünk, egy éve vagy nem sokkal régebben, mint egy éve működünk. Most már kezdi, nem mondom azt, hogy végleges formát ölt, hanem akkor nagy baj lenne, ha valami végleges formát önt, hiszen egy művészeti intézmény minden egyes új bemutatkozással, új bemutatóval új formát ölt, de most már kezdik a művészek, a tagok megtalálni a helyüket, mi is kezdjük őket megtalálni, úgyhogy kezd stabilizálódni ilyen szempontból is az együttes. A repertoár egyre nő, gyarakszik, egyre több gyerek idézőjelben érkezik a családba, ezek a darabok ugye mind színház jellegű produkciók, és a Vörösmarty Színházban láthat minket a közönség Székesfehérvárot javarész, hiszen színház jellegű a műfaj is, színpadi körülményeket igényel, és most éppen a diótörőben vagyunk benne, nyakig, könnyékig, és most a második szereposztással próbálunk éppen. Hogyha visszagondolunk a kezdetekre, azon szerencsések közé tartozom, akik így nyomon követhették az intézmény formálódását, alakulását. Nagyon sokat beszélgettünk az elején is az indulás kapcsán, vagy az indulások időtájékában. Hol tartunk most, Attila, ebben a folyamatban? Ugye mondtad, hogy mindig lesznek majd mérföldkövek. Most igen, hogy látod? Igen. Ez alatt a nagyon rövid idő alatt tulajdonképpen nagyon sok minden történt. Tehát azt gondolom, hogy legalább 2 vagy 3 évnek a termése termését sikerült bele zsúfolni ebbe a rövid időszakba, de hiszen az a feladatunk, hogy megismertessük a székesfehérvári közönséggel ezt a műfajt, egyáltalán a Balettszínházat, hogy van ilyen értéke a városnak. Már egyre többen tudnak róla, de még mindig nem elegens. Most már jobbak vagyunk, mint az Ipsos szonda, tehát mi azért szondázzuk az embereket, az utcán, az ismerősöket, és még mindig nem tudnak annyian, ez értelemszerűen időbe tellik, és ehhez kellenek az előadások, ehhez kellenek az új, megújuló repertoár, cselekményes balettek, a nem cselekményes balettek, és nagyon szép visszajelzések érkeztek, ugye én kicsit megijedtem attól, hogy majd most mit fog szólni a közönség, hogyha nincs egy darabnak cselekménye, mondjuk mint egy prózai színházban, táncverseket is műsorra tűzünk, és nagyon sokan, hát legalább 5-6 ember megkeresett a szünetben engem, hogy nagyon örülnek, hogy olyan balettek is vannak, amik nem cselekményesek, mint mondjuk egy Rómeó vagy a Diótörő, mert őket ez nagyon megérinti, és nagyon jó, hogy helyet kapnak a repertoárba. Milyen visszajelzései vannak a nyílt napoknak, hiszen ez is hozzátartozik az intézmény életéhez, hogy betekinthetnek az itt élők a ti munkátokba? Nagyon szeretjük ezeket a nyílt napokat, és azt veszem észre, hogy akik ellátogatnak ezekre a bejárásokra, kulisszák mögé a betekintésre, akkor ők is nagyon jól érzik magukat, nagyon szeretik ezeket a nyílt napokat az emberek, nagyon sokan jönnek, sőt, legtöbbször túljelentkezés van, mert 20-25 ember tudunk fogadni a jelenlegi próbatermünkben, és hát bizony a fiatalabb korosztály az táncra is perdül, tehát együtt táncol velünk a nyílt napok záró akkordjaként. Ezek nagyon fontosak a közönséggel való találkozás, és testközelbe hozni egy olyan műfajt, ami sokak számára még mindig misztikum, és mondjuk a színház önmagába véve egy misztikum, a misztérium játékhelye, de olyan szempontból is misztikus nekik, hogy nem tudják hova tenni, akik nem láttak még táncszínházi előadást, van egy elképzelésük talán a múltból, talán klasszikus balettet láttak, hát na, mi pont nem az vagyunk. Vagy pedig
a fantáziából gyártanak valamit, hogy akkor ezt ők nem értik, meg nem tudják, meg nem találnak rajta fogást, és pont ezek a nyílt napok hozzák közelebb, azt gondolom, az emberekhez ezt a csodálatos műfajt, és utána ők bizton eljönnek megnézni előadást, aztán reméljük, hogy hírül adják, hogyha jól érezték magukat. Meg talán ez egy ilyen közvetlen kapcsolat, egy közvetlen visszaigazolási pont is a nézőktől. Nagyon fontos, mert ezek interaktív találkozások, tehát nem csak kukkoló színház, hogy bejönnek, megnézik a gyakorlatot, meg a próbákat, hanem utána egy interaktív beszélgetést folytatunk a közönséggel, és nagyon fontosak azok a visszajelzések számunkra, ami a közönségtől érkezik, az emberektől érkezik, hiszen nagyon számunkra is meglepő kérdéseket tesznek fel, amik minket is elgondolkoztatnak, és ezek segítik a mi művészi munkánkat is. Úgyhogy igen, számunkra legalább olyan izgalmasak ezek a találkozások, mint akik ellátogatnak hozzánk. Hogyan alakul a társulat? Ugye volt egy szűkebb, kemény mag, akivel indultatok, aztán szépen folyamatosan építkezel. Pontosan. Színházigazgatóként. Valahonnan el kellett indulnunk, el kell indulni, mindig kell egy kezdet. Van most is egy kemény mag, a repertoár tekintetében is van egy kemény mag, amire építeni tudunk, és erre fogunk ráépíteni újabb emeleteket, ha mondjuk egy házat veszünk alapul. És most alakul egy kemény mag, azt mondanám, hiszen még egyszer hangsúlyozom, ez egy új társulat, ezt meg kell alapítani, létre kell hozni azokat az embereket, akik helyet találnak maguknak a városba, helyet találnak maguknak ebbe a társulatban, és a művészi munkájukkal hozzá tudnak tenni ehhez a társulathoz. Nyilvánvalóan, mint minden egyes balettársulat vagy kortárs táncszínházi társulatnak a repertoárját és az arculatát egy ízlés határozza meg, a balettigazgató, a művészeti igazgató ízlésvilága, és ez alapján épül fel a repertoár, illetve épül föl a társulat. Tehát a próbatáncok során igyekszem munkatársaimmal, balettmesterekkel közösen gondolkodva megtalálni azokat a táncművészeket, akik nem csak technikailag jól felkészültek, ez alap, klasszikus balett technikával kell rendelkezniük, kortárs tánc technikával kell rendelkezniük, hanem karizmatikus személyiségek, és egymástól különböző személyiségek, hiszen az életet akarjuk megjeleníteni a színházba, és nem szeretnénk uniformizálni a táncosokat, tehát nagyon fontos, hogy különböző karaktereket találjunk meg. Tehát az egy ilyen alap, hogy különböző egyéniségek karakterik teszik, mondjuk fehérvárivá ezt a társulatot? Így van. Egyrészt a társulat összetétele, másrészt pedig a repertoár egyedisége kell, hogy megformálja a Székesfehér, és tegye egyedivé a Székesfehérvári Balettszínházat, és hogy felismerhető legyen más, ugye a társulatok sokasága közül. Igen, ez az arculat, ez a Székesfehérvári Balettszínház, de azon dolgozunk, és a jövőben is szeretnék nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy ne csak az én darabjaim legyenek, nem is így van, hiszen már van egy norvég koreográfusunk, koreográfusnak egy műve a repertoárunkon, és ezt szeretném a jövőben is, világsztár koreográfusokat is tervezek meghívni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a repertoár sokszínű legyen, eklektikus legyen, de mégis egy irányba mutasson, hát egyrészt a kvalitás szempontjából, másrészt pedig az a táncszínházi világ és ízlésvilág, amit én elképzelek, hogy majd az arculatot meg fogja hosszú távra határozni, azt az építkezés konzekvensen, folyamatosan végezzük, és hát most még nagyon az elején tartunk még mindig, hiszen egy éve működünk. A te fejedben mi lesz ez a formanyelv, vagy ez a stílus, ez az egyedi íz, ami majd a fehérvári társulatot kell, hogy fémjelezze? Hát, ez nagyon nehéz szavakba önteni, mert ez annyira... Látod magad előtt inkább? Hogyne, természetesen. Nagyon pontos kép van bennem, ami kép folyamatosan alakul, és az intuíció, ami nagyon fontos egy művész ember életében, mind alkotó, mind előadóként, és mind társulatépítőként, tehát az intuíció hozzátesz ehhez, ami menet közben változtat és alakít. Van, hogyne, természetesen. Hát mindenféleképpen izgalmas, karizmatikus darabokat szeretnék a repertoárra tűzni, ami stimulálja az embereket. Hogy ha szabad azt mondani, ne ugyanúgy menjenek ki az előadás után, mint ahogy bejöttek. És még hosszú ideig
motoszkáljon a fejükbe. Az egyrészt az élmény, az esztétikai élmény, a tartalmi élmény, ne csak egy üres szórakoztatás legyen, az is, nem üres, hanem szórakoztató is legyen, de a szórakoztatáson túl adjon valami pluszt. És hát ha szabad ezt mondani, ne vegyék nagy képűségnek, de ez a dolgunk, ez a hivatásunk, és nekem a hitvallásom, a művészi arcpolitikám, hogy ízlést formáljak. Nem erőszakos módon, hogy az én ízlésemet ráéréltetem másokra, hanem olyan új dolgokat mutassunk meg a közönségnek, amivel korábban még nem találkoztak, és ezzel az ő ízlésük gyarapszik, pallérozódik jó esetben. Vagy legalább elgondolkodik egy-egy előadás után is. Elgondolkozik, és egy élményt kapnak. Tehát nagyon sok helyen kell, hogy hasson az emberbe egy előadás. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi ad igazán élmény. Mert ha csak nagyon intellektuális egy előadás, az még nem igazán színházi élmény, vagy művész, nincs katarzis. Egy idős balettmester, karaktertáncmester, nagyon nagy nevű karaktertáncmester, Roboz Ágnes mondta egyszer nekem azt, hogy Attila, tudod, én ülök a színházba, és hogyha engem, és én csakra pontokra mutogatott, ha engem nem érint meg egy darab itt, itt és itt, akkor az nem töltötte be a rendeltetését. Tehát ha csak itt érint meg, az is baj. Ha csak itt érint meg, az is baj. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, és alkímia tulajdonképpen a művészet gyártás, vagy a művészet csinálás, az alkotás és az előadó művész részéről is egy nagyon intenzív jelenlétet kíván meg az alkotótól az alkotási folyamatba, és később, amikor elengedi ezt az alkotást, ugye a koreográfus, az előadótól, a táncostól minden este újra kell teremteni a katarzist először saját magába, mert ha ez nem születik meg, akkor nem születik meg a nézőbe. Tehát ezek a legfontosabb sarokkövek, hogy élményt szerezünk, hogy katartikus élményt tudjunk szerezni a nézőknek. Tehát akkor kvázi egy kicsit itt a közönséget is megpróbáljátok nevelni, vagy formálni? Nevelni semmiképpen. Nem, formálni inkább. Talán rossz volt a kifejezés. Igen. Hogy tudjam ezt jól szavakba önteni? Igazából olyan élményeket szeretnénk nekik nyújtani, mind esztétikus élményt, mind pedig tartalmilag, művészileg kvalitásos, fajsúlyos élményt, ami egyik nem oltja ki a másikat, hanem együtt valami magas minőséget létrehoz, ami az ő lelküket, ha szabad így mondani, felemeli. Tehát ezt nevezzük egyszerűen költészetnek. Jó, tehát a költészetnek a lényege az, hogy vannak a hétköznapi dolgok, amik persze katarzissal járnak, sokszor, az emberi kapcsolatokban is nagyon sok katartikus pillanat van, de a hétköznapi szinten történik meg. És ugyanezt felmutatjuk a költészet, mint egy katalizátor által, egy új minőségbe, egy új formába felemeljük ide a problémákat, Shakespeare ezt nagyon tudta, ugye, és azt újra teremtjük, azt a valóságot, amiben élünk. Mert ha csak azt megmutatjuk, azt a valóságot úgy naturálisan, ahogy van, az nem kell színházba menni, ki kell menni az utcára, vagy élni kell az életünket. De az nem old meg bennünk lelki feszültségeket, és nem old fel lelki feszültségeket. Egyedül a költészet képes arra, és ez a költészet lehet véres, ez lehet vad, ez lehet szelíd, ez lehet lírai, lehet drámai, ez nagyon sok arca van a költészetnek, de számomra, mint alkotó számára, alkotó ember számára nagyon fontos a költészet. És ez meg is jelenik talán a táncversekben, ugyanez a költészeti vonal, pontosan. és a többi. Ugye beszéltünk arról, hogy társulatépítés, beszéltünk arról, hogy vannak táncversek, vannak cselekményes balett, és egyáltalán, hogy hogyan alakul és formálódik a társulat. Mi a helyzet a műhelyjel, a műhely munkával, vagy akár a tehetséggondozással, a növendékek felnevelésével? Igen. Egyszerre két fronton nem tudunk elindulni, nyilván. Mert olyan, de ez a következő nagy lépés. Számomra rendkívül fontos az, hogy a tehetséggondozás, illetve az új generációnak a megteremtése és motiválása. Sajnálatos módon ma egyre kevesen mennek erre a csodálatos pályára. Ennek különböző okai vannak, ez egy külön műsort ér meg, de mi pont az a feladatunk, hogy ez ellenébe dolgozzunk, és a jó irányba menjünk. Tehát nagyon szeretnénk létrehozni egy iskolát, egy művészeti iskolát, ahol táncos képzés folyik, illetve a társulaton belül, talán már jövőre, el fogunk odaérkezni,
hogy koreográfus stúdiót hozzunk létre, ami ugye a társulatban vannak már most is olyan művészek, akik hajlamot éreznek és késztetést éreznek az alkotásra. És nekem az feladatom, úgy érzem, hogy ezeknek az embereknek a tehetségét gondozzam. A koreográfiát nem lehet tanítani, tanulni bizonyos mesterfogásokat lehet, de az vagy van hozzá az embernek érzéke, tehetsége, vagy nincs. Na most akinek van, az csak egy módon lehet kifejezésre juttatni és fejleszteni, ha az ember koreográfál. Ennyi. Tehát innentől kezdve az a feladatunk és a feladatom, hogy helyzetbe hozzam ezeket a táncosokat, és ez meg fog történni, és kisebb, nagyobb etüdöket létre fognak majd hozni, és akkor azt közönség előtt elő fogják tudni adni. Csak mint mondottam, az építkezés nem lehet egyszerre folyjon minden, mert akkor ez se lesz jó, meg az se lesz jó. Tehát az alapokat meg kell teremteni, az alap maga a Székesfehérvár Balettszínház intézményrendszere, arra ráépülő művészeti munka, ami folyik nálunk, és a repertoár, és amikor ez megvan, és a repertoáron fejlődnek a táncosok, akkor jön a következő lépés, hogy akkor ők is magukat ki tudják próbálni, mint alkotó. De ez egy fontos visszajelzés, meg egy tovább lépési lehetőség is talán egy ilyen motiváló dolog, nem? Mindenféleképpen. Oda visszahat ez, hiszen ezek a koreográfus műhelyek, azok nagyon motiválhatnak én rám is, mert jó látni a kreatív táncos. Én csak kreatív táncossal tudok dolgozni, és azok a koreográfusok, akikkel én dolgozni szeretnék a jövőbe, ismerve őket, ők is csak kreatív táncosokkal tudnak dolgozni. Na most, ha az ember saját bőrén érzi az alkotást, táncművészként is sokkal kreatívabb lesz, és sokkal jobban fog inspirálni engem, vagy egy másik koreográfust. Székesfehérvár ugye számos bemutatkozása volt a Balettszínháznak, az itt a tevékenykedő művészeknek, láthattuk, megtapasztalhattuk, hogy mit csináltok. De nem csak a város határain belül mutatkoztatok be a 2019-es esztendőben sem, hanem voltak azért emlékezetes helyszínek, különböző bemutatók. Hogyne, ez egy nagyon fontos eleme, és sok handicapje mellett ugye a táncművészetnek, ez az egyik nagy előnye, hogy nincsenek nyelvi határai. Tehát mindenhol az emberek a szívükkel érzik azt a testbeszédet, a legősibb nyelv a testbeszéd. A tánc és a zene és a tánc kimondja meg, mi volt előbb. De ezek nyilván a zene és a tánc kézen fogva járnak, nincsenek nyelvi határai, tehát el tudjuk vinni bárhova. Természetesen országhatárokon belül is, és országhatárokon kívül. Igen, volt több előadásunk Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban, nagyon jó partnerünk. Most megyünk, csak most csapongok, megyünk például most Siófokra, a Dióhéjban, ami egy suite változata, a zanzásított változata a Diótörőnek. Éppen most két napja kaptam egy telefonhívást Pozsonyból, hogy meghívnak minket a Diótörővel jövőre, most tárgyalásokat folytatunk. Brunóba kaptunk most meghívást, fogunk menni a Homokrajzok című estünkkel. Most lesz 28-án előadásunk, 29-én a Nemzeti Táncszínházban, szintén a Homokrajzokkal, és voltak, most így hirtelen nem is készültem, de nagyon sok előadásunk volt országhatáron belül is az elmúlt szezonban, és sokat tervezünk a jövőben is. 2020-as esztendőtől mit vársz? Fejlődést mindenféleképpen. Nagyon előremutató elképzelések és egyeztetések folynak a városvezetéssel abba az irányba, hogy végre állandó otthona lehessen a Balettszínháznak, hiszen ezen még dolgoznunk kell. Ez egy izgalmas és nehéz feladat, amit meg kell oldanunk. Ez egy nagyon fontos mérföldkő lesz majd, amikor állandó otthonunk lesz próbateremmel, irodával, mindennel tehát az intézmény tehát egy helyre kerül. Tehát intézmény lesztek. Tehát igen, úgy, hogy egy már helyszíne, most is csak értem, az infrastruktúra lekövet helyszíne, majd minket. Ezen dolgozunk, közös erővel a városvezetéssel, és természetesen a repertoárt is szeretném továbbépíteni. Szeretnék meghívni vendégbalettmestereket, hogy a társulat, az állomány, úgymond a művészállomány fejlődni tudjon. Vendégkoreográfusokat szeretnénk meghívni. Lesz gyerekdarabunk végre, az Aladint vendégkoreográfussal, Nemes Zsófiával fogjuk elkészíteni. Ez majd áprilisban lesz a bemutatója. Lesz egy nagyon izgalmas bemutatónk, ezt megelőzően februárban, vendégségben Kafkánál. Egyébként ez a darab, ez 2015-ben az évad legjobb koreográfiai díjat nyerte el Prágában, illetve Csehországban.
Ott két évente adják, ott nem, nálunk évente van évad legjobb koreográfusa, náluk két évente, úgyhogy ez egy megtisztelő elismerés. Az ott nagyon-nagyon nagy sikere volt, Németországban nagyon nagy sikere volt ennek a darabnak, és nagyon bízom benne, hogy a fehérvári közönség is fogja szeretni. Ez egy nagyon izgalmas krimi, ez egy izgalmas produkció, egy egyórás sűrített, nagyon lendületes képi világában is, zenei világában is, történéseiben is ez a darab, és hogy ajánlom jó szívvel a közönségnek, ne ijedjen meg senki az, hogy Kafkát hallja. Nem, ez egy nagyon izgalmas darab. Ez lesz februárban, aztán az Aladdin, aztán így tovább megyünk, szeretnék külföldi vendégkoreográfussal, tárgyalok Alexander Ekmannal, hát hogyha valaki egy picit járt az a táncművészetbe. Azért az ő neve. Hát Alexander Ekman ma világon az egyik legkeresettebb és legizgalmasabb, egyik legizgalmasabb koreográfus. Természetesen mentorommal, Jerzy Kiliánnal is egyeztetéseket folytatok, szeretnék két nagyszerű művét elhozni. Ezek távolabbi tervek, egy-két évre előre is kell tekinteni, hiszen ezekkel az alkotókkal évekre előre kell tervezni, mert a világon nagyon sok helyen nagy operákba játsszák az ő darabjaikat, és hát nincs olyan túl sok betanító balettmesterük, úgyhogy egyeztetni kell velük. Ez rangot ad egyébként. Tehát ezt szeretném mondani, az, hogy ilyen nevű és rangú koreográfusok dolgoznak a Székesfehérvár Balett Színházzal, egy ilyen fiatal társulattal, az nagyon komoly rangot ad az együttesnek, hiszen nagyon sok együttes, rengeteg együttes áll sorba, hogy ezeknek az alkotóknak a remek műveit bemutathassa, és nem mindenki jut hozzá. Tehát ez egy exkluzív lehetőség. És nem pénzkérdése, hanem egyszerűen először művészi színvonal az, ami dönt. Tehát köszönjük szépen, nagyon sok pénzük van, nem a pénzért adják oda. Természetesen nem olcsóak ezek a darabok. Nem árulok egy nagy titkot, hogy nem mindenkinek ugyanannyira adják, tehát nyilván, ha én be fogok tudni mutatni ezektől az alkotóktól darabot, akkor nem azon az áron, mint mondjuk egy Párizs Operaház, vagy akár egy más nagyobb együttes, de még mindig természetesen ezek költségesek, hiszen világsztárokról beszélünk, viszont annak megfelelően olyanok is a darabok. Azt ugye említetted, hogy végre az Aladdin, tehát hogy az cél, hogy minden korosztályt meg tudjatok szólítani. Természetesen, hogyne. Nagyon fontos számomra az, hogy az ifjúsághoz eljusson a színház és a táncszínház, és az Aladdin az olyan izgalmas téma, mindenki által ismert, szeret, én is szívesen nézem a rajzfilmet is, na de hát ez most egy teljesen más dolog lesz, itt húsvér emberek fognak mozgással és zenével megjeleníteni olyan mesefigurákat, amik mondjuk egy rajzfilmből ismeretesek, olyan nagyon hálás téma. Én is kíváncsian várom, hogy Zsófi mit fog ebből alkotni. Ugye említetted az ifjú korosztályt, egy kicsit még visszacsatolnék, itt a beszélgetésünk elején volt szó a nyitott műhely programról. Az is egy kicsit nekem a beavató színházi foglalkozásokhoz hasonlít egy picit, hiszen ott is egy kicsit beavatódik a látogató hogyne. Tulajdonképpen. Hogyne, tehát, hogyne. Hogy akkor ez cél is volt. Természetesen. Tehát fontos, mint ahogy mondottam korábban, tehát nagyon fontos számunkra, hogy ez a sokak számára még mindig idegen műfaj, vagy ismeretlen műfaj, vagy kérdőjeleket felvető műfaj, felkiáltó jelekké tudjuk változtatni, és azt mondjuk, igen, meg akarom nézni. Tehát igen, minden művészet kódolva van. Akkor tudunk élményt kapni egy művészettől, ha a kódokat ismerjük. Tehát borzasztó egyszerű. Ha Shakespeare-t eredetibe akarok olvasni, meg kell tanulni angolul. Ennyi. Különben az agyva szöveg. Tehát ugyanúgy, hogyha el akarok menni egy képtárba, és most nagyon messze meg Kandinskit akarom élvezni, akkor sokat kell nézni, nem csak Kandinskit, hanem a klasszikusoktól át, ugye a moderneken, a posztmoderneken át, és nem baj, ha először még nem érint meg, de azáltal, hogy sokat nézem, egyre jobban fogom olvasni a kódot. Ezért kell, és a fiataloknak mindig mondom, klasszikus zenét is hallgatni. Kell a mai zenét is hallgatni, de a klasszikus zene is kódolva van. És hogyha sokat hallgat az ember, akkor ezeket a kódokat olvasni fogja idézelve tudni. Hogyha eljönnek táncelőadásra, akkor meg fogják érezni, nem érteni kell, meg kell érezni azt a nyelvezetet, és onnantól kezdve érteni fogják, érezni fogják, szeretni fogják. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes legyőzni
esetlegesen meglévő előítéleteket, meg elvárásokat, azt kit kell hagyni, és gyereklélekkel kell bejönni, ami annyit jelent, hogy a gyereknek nincsenek elvárásai, ő neki minden új. Ő egy fakockával el tud egy órát játszani, mert az is új, és abba beleképzel egy világot. Na most ez úgy kell tekinteni mi előadásunkat, mint egy fakockát. Minden új. Nem kell, hogy én ezt várom tőle, vagy ha nem értem, akkor én bajba vagyok, és attól én kevesebb vagyok, és szorongani kell. Nem. Gyerek lélekkel bejönni és átadni magát az embernek egy előadásnak, egy színházi előadásnak, egy élménynek, és annyit kap belőle, amennyit kap. És holnap lehet, hogy többet fog. Ez egy ilyen interaktív játék. Interaktív játék, otthonról már volt szó. Apropó otthon, mennyire volt fontos akár neked, vagy akár a társulat szempontjából mennyire fontos az, hogy megismerjétek az otthonatokat, jelen esetben Székesfehérvárt? Hát rettentő fontos. Először is ez egy csodálatos város, nagyon élhető város, léptékeiben is. Az emberek nagyon kedvesek, nyugodtak, mondjuk egy nagy, őrült nagyvároshoz képest. Ég és föld. Tehát ez egy művészembernek meg egy olyan hely, ahol le tud nyugodni, és a munkájára tud koncentrálni. Nagyon, nagyon fontos. Természetesen mi itt élünk a városban, nem is tudnánk más, ez nem lehet ingázással megoldani, ez nem az a műfaj. Ez arról szól, hogy reggel bemegy a táncos 10-re, odaáll a balettrúchoz, másfél órát gyakorol, és utána kezdődik egy próba, ami 2 óráig tart. Aztán eszik valamit egy kicsit, és utána 4 órától 6-ig folytatja ugyanazt, amit reggel elkezdett. Ez minden nap. Szombaton meg csak 10-től 2 óráig. Ez a napi menet. Tehát benne kell élni a városba. Amikor az embernek van egy szünet, ugye a délelőtti, délutáni próba között, akkor a városba tölti ezt el. Kimegy, elmegy, eszik valamit gyorsan, és most már egyre többen ismerik, hál' Istennek, a táncművészeinket, megszólítják őket, ezek nagyon jó dolgok. Tehát egy művészembernek abba a közegbe kell léteznie, ahol a művészetét gyakorolja. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jól működik a balettszínház esetében. Tervekről beszélgettünk, hogyha egy dolgot kéne kiemelni, akkor számodra mi volt a 2019-es esztendőben, ami ilyen nagyon emlékezetes dolog volt? Őszinte leszek, nem tudok kiemelni ilyet, ami azt mondom, hogy ez volt a legemlékezetesebb, mert annyi minden történik, és mi nagyon koncentráltan dolgozunk. Tehát mindig arra az adott feladatra koncentrálunk, és akkor az a legemlékezetesebb. Számomra az a legfontosabb, hogy látom fejlődni a társulatot. Nagyon tetten érhető ez a fejlődés, minden egyes táncosnál azt kell, hogy mondjam. A darabokon keresztül, a megformált karaktereken keresztül. És ez egy olyan örömteli dolog ezt látni, ezt a fejlődést, és fejlődik az intézmény is. A munkatársaim, akik ugye segítenek az együttes vezetésébe, nagyon kevesen vagyunk, de szívvel, lélekkel végzik a munkájukat, és mindenkire nagyon sok feladat hárul, és azt érzem, hogy magukénak tekintik ezt az intézményt, illetve ezt a társulatot, és nem csak azok az emberek adják szívüket, lelküket, akik a színpadon vannak, akik a kulisszák mögött vannak, és ez érződik a közösségen, és ez pedig látszik a teljesítményen. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok neked ehhez a munkához, meg ehhez a teljesítményhez a 2020-as évben is. Nagyon szépen köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen holnap is jelentkezik majd az ünnepi beszélgetések itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!